Na szóval akkor pakolunk, ugye mindent, amink csak van. Van erre helyem, vagy nincs helyem? Éppen, hogy csak van helyem, jó van, tökéletes. Szóval akkor ezt elrakjuk. Igazából most akkor shotgunra szükségem van. Old key az kelleni fog, mansion key az most nem. Tudjátok mit, ez most nem fog kelleni, most egyelőre kipakolok mindent, amire nincsen szükségem, aztán majd szépen összeszedjük. Ő sem kell. Neki van másik hely talán. Elvileg hagytam még bent valahol shotgun lőszert, szóval próbálom őket egy helyre gyűjteni. De nem. Nem hagytam bent. Szóval akkor ő se kell. Jó. Ezt is akkor még... Nem ezt akartam, hogy mindegy, akkor már fölvesszük, jó? Tehát fölvesszük. Ez van. Gyerünk. És elpakolunk, jó? Tehát nekem jelenleg az az egyetlen egy tudsz kell összességében. Kivéve, hogy hülye vagyok. Nem fogok soha bejutni oda, hogyha nincs nálam a másik kulcs. Na mindegy. Na akkor ezt betesszük ide, ezt betesszük ide, és töké, köszönöm szépen, akkor futás. Lehet, hogy túl sok mindent pakoltam ki most így hirtelen belegondolva, de nem baj. Inkább legyen helyem, minne legyen. Azaz. Azaz. Először is elmegyek oda hátra, van ott egy zöld gaz, ami nekem kelleni fog a most. És később már nem lesz rá időm, meg helyem, hogy fölvegyem. Tehát ezt muszáj most megjátszani. Okés. Ott is van. Itt ennyi összességében, ami dolgom van. Úgy emlékszem, hogy itt kapok térképet még a második emeletre. Igazam van? Ja, tehát hogyha valakinek esetleg szüksége van térképre, akkor ezt begyújtva hozzájuthat, jó? Csak szólok. Na nem így közvetlenül, csak mondom, hogy ez kell. Viszont én meg azt nem fogom megcsinálni most, ami ehhez kell, jó? Tehát föl kell rakni, de valamit meg kell... Nem. Nekem van más dolgom is. Szóval... megint puszta kézzel futkosok a Resident Evil-ben gyerekek, tehát én aztán tényleg abszolút semmilyen szinten nem vagyok normális. Ez van, ezt kell szeretni, jó? Tehát... tudom én, hogy mit csinálok, higgyétek el nekem. Először is van itt egy perasgaz. Úgyni. Össze is rakom, mielőtt még elfelejtem. Ez a legjobb kombináció, szóval ezzel nem tudunk tévedni. Jó. Na ide kell az old key. Oké, meg is van. Az a helyzet, hogy nekem kell a magnum. Azért van erre szükségem, jó? Azért van erre szükségem. Na most itt pedig, akkor először is fölvesszük ezt. Köszönöm szépen, igen. Nem nyomjuk meg a gombot, mert teljes mértékben fölösleges. Ez itt van. Nem ez, köszönöm szépen. Ez az, oké. Ezt most szépen összekombináljuk. Tás arra. Most akkor ezt levesszük, ugye itt van másik. Megint nem bonyolult cserélgetős puzzle igazából, jó? Tehát alapvetően szerintem kezditek érteni, hogy mi a logikája neki. Nagyon sok olyan puzzle van, amikor kicserélitek ezt azzal, és ez nekünk tökéletesen megfelel. Most megnyomjuk, azaz, kinyílik. Na ez kell nekünk a magnumhoz, jó? Ezt ki ne hagyjátok. Ez pedig trükkös lesz, ugyanis jön a méhecske, aki engem kurvár zavar, és ha nem szeretnétek, hogy megcsípjen titeket, akkor azonnal futás előre. Azonnal, amint adobtuk, meg van, nem kell gondolkozni, és analóg karra kimegyünk. Ennyi, jó? Tehát megúsztuk. Nem szeretjük a csípőset. Na, itt pedig befelé szépen. Másik oldalon itt is vannak jóságok, amire nekünk szükségünk lesz. Vagy legalábbis hasznos. Egyes, mondom egyeske. Egy old key, igen. Nem ezt akart? Miért mutat? Van ott valami? Vagy csak én gondoltam, hogy van ott valami? Inkribon. Jó. Tudjátok mit? Elfér, jó, fölvesszük ezt is, oké? Kit érdekel, fölvesszük. Gyerünk! Okés, tökéletes. Na. Most pedig akkor... megyünk le. Tényleg sokkal kevesebből meg lehet csinálni, meg ahogy láthatjátok, annyira azért nem sikerült szétrúgni a seggemet eddig. Miért a rossz fal felé megyek? Na mindegy. Szóval igazából nincsen ezekre a dolgokra szükség, de továbbra is annak a híve vagyok, hogy
nem pro gamer mindenki, jó? Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan vagytok, akik szeretik ezt a játékot, és szeretnék végig tolni, ezért próbálom megmutatni nektek a legoptimálisabb útvonal mellett, hogyan lehet a lehető legtöbb dolgot összeszedni. Nem hiszem, hogy túl sok olyan helyzetbe hoztalak volna titeket ezzel, hogyha esetleg ezt követitek, ahol mondjuk nagyon-nagyon oda kellett volna figyelni, ugye? Szóval, őre semmi szükségem nincsen, maszk az kell, a kicsi kulcs az kell. Ezt bedobjuk a többi mellé. Ezt betesszük szépen a maszk helyére. Ez jelenleg nem kell, szóval bedobjuk a maszkot helyette. És ha igaz, akkor elvileg semmi más nincsen most, ami nekem kell. Nem a rosszabbet, mert egy idióta vagyok, shotgun kell. Illetve meg is kell töltenem azt a rohadt shotgunt, szóval... Jó. Ennyi, ez megy vissza, jó? Oké, és gyorsan átnézem, mielőtt elszúrom, oké? Windcrest az majd később. Jó. A három maszk, ez... Meg a kicsi kulcs, hova tettem. Ott ki, tökéletes, köszönöm szépen. Na! Most van az a rész, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, de ez van. Szóval, itt kifele megyünk. Persze, hogy átmegyek, nem érdekel minket az, hogy kezd szétesni egyébként a kilincs, később majd megoldjuk, jó? Ahogy itt befordulok, már rögtön jönni fog valaki hátam mögött, de engem meg ez nem érdekel, ugyanis én most itt szépen bejövök, így van, elhasználtam, köszönöm szépen. Na most, nagyon nem bonyolult egyébként ez a puzzle. Az a lényeg, hogy van egy kép a folyosónak a legvégén, annak a színeire kell beállítani itt a lámpákat igazából, ugye színkeverés van, legegyszerűbb egyébként rögtön itt a sárgát, azt megnyomjuk, igen, köszönöm szépen, átnyomta pirosra vagy narancsra, igen. Következő. Ez most itt nem érdekel minket, hanem a következő sárgát is átpattintjuk szépen, igen. Illetve itt a következőt, jó? Tehát színkeverünk. Egy darabig el lehet vele szórakozni, igazából nem nagy hakni. Annyi a lényeg, hogy most ugye van nekünk egy narancssárga, egy lila, meg van itt ugye egy ilyen zöld. És hogyha megnézitek, akkor itt a képen ez a három darab szín szerepel, jó? Tehát erre az egyre kell figyelni, igen, köszönöm szépen. Megnyomjuk természetesen. Menjél már ki. Na, köszönöm szépen. Megvan a négy maszkunk. Elhasználjuk az old key-t. Ez nekem azért kellett, hogy könnyebben tudjak majd közlekedni, és ne kelljen azokon a folyosókon keresztül mennem, ahol engem bántalmaznak, jó? Na, és látjátok, hogy hol vagyok. Szóval most akkor megy... Miért nincs nálam a shotgunom? Édesanyám, miért nincs nálam az a rohadt shotgun? Hülye vagyok. Nem tudom, mennyire hallatszik. Hülye néz ki, de még mindig gyorsabb. Sose tudom, melyik hiányzik, nem? Nem. Megnézhetném, de kit érdekel igazából. Tehát nem kapunk semmit, hogyha probléma van. Oké, és kettes kell, hogy néz ki? Jó. Ő ez a csúri, aki nagyon szarul néz ki. Ha elolvasom, akkor lehet, hogy könnyebb egyébként. Látjátok, hogy valami készül, ugye? Something is not right. És akkor most pedig itt ezt a... Nincsen neki nózia. Azaz, és akkor az utolsót pedig az utolsó helyre. Azaz. Pontosan. Mondjuk azt nem tudom, minek néztem meg, igazából más nincs is. Jó, tehát ennyi. Oké, és köszönöm. Na most az a helyzet, hogy... És kiveszem a saját kezemből, na mindegy. Itt igazából maximum 6 lövés kell. Legrosszabb eset, hogyha nagyon szar RNG-t kaptok, jó? Általában 5-ből megvan. Gyerünk! Ötből megvan. Na most.
Egyrészt itt van nekem újabb shotgun, tehát ezt is szépen vissza tudom tölteni majd, ugye? Úgyni. Valamint erre is szükségem van, köszönöm szépen. Na. Esküszöm, olyan érzésem van, hogy valamit elfelejtettem, de nem baj. Elvileg megvan mindenünk, szóval akkor megyünk vissza szépen ott a hollós házba. Itt tényleg az analógot használjátok, jó? Tehát, hogy ezt hogy az Istenben lehet megcsinálni D-paddal, azt nem tudom, de gondolom sokkal nehezebben. Sokkal nehezebben. És gyakorlatilag most, amit én csinálni fogok, az az, hogy elhasználom az utolsó shotgun lőszeremet is. Na, menjél már. Mármint, ami ugye nyilván ugye töltendő, szóval, ja. Ez gyors volt, oké? Na most nekem itt összességében hármat még el kell használnom, és utána nem fogom ezt visszatölteni, jó? Jó. És itt pedig gyorsnak kell lenni, meg úgy emlékszem, hogy kutyák jönnek. Vagy legalábbis a hangjuk az itt van. Oké. És most tovább is tudunk haladni szépen. Futi! Köszi! Na itt már azért szebb a terep, szóval van ott némi... Mondom, van ott némi, igen, pontosan, kis shotgun shell. Azaz, van ott nálam némi... Nem, azaz, megvan a gránát. Na most én azt a sprayt azt nem szedem föl jelenleg, majd csak akkor, ha esetleg bajom lesz, jó? Tehát addig nem, addig nem. Hú! És itt pedig igazából a kakasokkal kell szórakozni. Azaz. Mindegyiket igazából ebbe az irányba kell állítani, ugye, ami kicsit jobbra néz. Az egyiket az W-es, tehát ugye nyugatra, a következőt pedig majd északra. Majd. Hogy maradjak távol itt a dolgoktól. Hát nem maradok távol, jó? Tehát itt megyek itt a ganajba, egyébbe. Következő kakas. Vagyek! Benéztem. Gyorsul, lassul, szóval nem olyan egyszerű. Kancba. Ez nem mindig jön be elsőre, megpróbáltam. Azaz, tökéletes, na. Szóval, kettő farkas az nem arra fele néz, és innentől kezdve pedig mi szépen be tudunk menni azon az ajtón. Maxon van az összes? Ja. Na most, itt biztos vagyok benne egyébként, hogy lesznek páran, akik engem irgalmatlan módon szívni fognak, hogyha mit bazahelykoz? Van elég, jó? Szóval. Illetve, ahogy megjelenik az első holló. Na, úgyni. Tehát leszettük ugye azokat a sírkövön, meg, az össz, meg mind a hármat ugye, amelyik ott volt. Szóval most jók vagyunk. Most jók vagyunk. Többé itt nem lesz holló. Nagyon idegesítőek egyébként a kis rohadékok, de tényleg irgalmatlan módon idegesítőek. Nem tudom miért. Nem tudom miért, de én hülyét kapok tőlük. Gyorsak, csipkednek, nem sebeznek nagyot, de hogy sebeznek, az biztos. Hitstun van, tehát hogyha hozzátok érnek, akkor onnantól kezdve ott egy darabig nem mentek sehova. Rohadt idegesítő. Rohadt idegesítő. Ugyanezek voltak, azt hiszem, a kettőben a bogarak talán, nem tudom, hülyét kapok ezektől. Miért kerülöm meg ezt a fát minden alkalommal, azt nem tudom, de valahogy mindig megkerülöm, jó? Tehát mindig így sikerül. Na, ez is jó lesz. Úgy, né, bemegyünk. Ennyi már, lépcső. Köszönöm. Na most itt van egy írógép, viszont ugye nem kapunk hozzá semmi mást, ellenben itt van egy ilyen cucc. Ezt elrakom, és helyette nekem kelleni fog majd visszafelé.
a Windcrest, köszönöm szépen. Jó. Az a helyzet, hogy én itt mindig benyelek egy pofont, szóval oly mindegy, talán most sikerül, nem. Jó, tehát itt mindig megkapok egy pofont. Ahogy én ezt ki tudnám kerülni, az maximum úgy, hogyha magnumot használnék, nem fogok, jó? Egyrészt már nincs nálam. Ez jó lesz. Na de ő kicsoda, ugye? Ő vajon kicsoda? Szerintem mindenki tudja, ő kérem szépen Lisa Trevor. Lisa Trevor annak a George Trevornak a lánya, aki ezért az egész kastélyért felelő volt az építész. Sajnálatos módon az Umbrella úgy gondolta, hogy nem csak hogy el kéne hallgathatni, hogy ne tudjon dolgokról, de azt se ártana egyébként, hogyha... Várják! Mindig megpróbálom, sosem össze. Tehát, de azt se ártana egyébként, hogyha mondjuk ingyen kísérleti alanyaink lennének. Szóval fogták magukat és szépen bedobták őket ide kísérletezgetni. És Lisa volt az, aki egészen jól reagált rá, szóval körülbelül mindent is beletömtek. Tudom, hogy ez később derül ki, hogy mi az Isten van, de ezt is szerettem volna veletek megosztani, hogy ja, nagyjából erről van szó. Nem egy kedves dolog, jó? Nem egy kedves dolog. Menjél gyorsan. Komolyan visszajöttem, benéztem? Úgy tűnik, hogy benéztem. Ja, oké. Nem tudom miért, de mindegy. Valahol rosszul fordultam. Majdnem lehányt a kis genya? Hát majdnem. Na, szerencsére volt a fa mellett el lehet húzni, szóval innentől kezdve annyira nem zavaró a dolog. De ja, azért... Ha ne hányjunk már itten, már ne. Oké, Caution-ben vagyok, szóval megint megtépett. Ezért mondom, hogy nekem ez a no damage ez nem fog menni, jó? Tehát én rájöttem, hogy oké, egyet azt úgy vállaltam be, hogy ugye én magam csesztem el a dolgot. Na mindegy. Szóval, most fogunk idejönni szépen és használni ezt a keresztet. Ugye ez az, amiért megküzdöttem. Ugye kellett nekem egy old key pluszba, kellett nekem ugye itt, ja. Kellett nekem egy old key pluszba, kellett nekem ugye itt futkosni méhecske elő, kellett nekem plusz puzzle-t megcsinálni. Ezek azok a dolgok, amik mire nem képes az ember egy fegyverért. Szóval, ez egy ilyen hülye mutatvány igazából, hogy rákényszerít a játék, hogy basszuk el az időt, gyakorlatilag semmi másról nem szól. Nincsen benne túl sok puzzle, annyi igazából, hogy mindegyiknek a hátulján ki kell nyomni ezeket a csatlakozókat, hogy tudjon csatlakozni, jó? Tehát ennyi a feladat, semmi más. Oké, tökéletes, köszönöm. Még csak az se, hogy esetleg ki kell találni, hogy mi hova megy. Semmi, tehát majd mindjárt mutatom. Ez tényleg szintén csak azért van benne, hogy ha nem tudod, mi az Istent kell csinálni, bár egyébként miért ne jönni rá, hogyha van lehetőséged arra, hogy megvizsgáljál dolgokat, akkor idegeskedj egy picikét. De igazából vizsgáld meg, ennyi. Tehát ez az alap egyébként, hogyha megmondja a játék, hogy a vizsgálattal új információkat szerezhetsz, és találsz olyan dolgot, amiről nem tudod, hogy mi az Istenre való, erre, jó? Erre. Meg erre. Szóval, megvan a magnumunk. Köszönöm szépen. Tehát ezért mondom, hogy a magnum opcionális. Egyáltalán nem biztos, hogy ti azt föl fogjátok venni, jó? Én fölvettem. Azaz. És most jön az a rész, amit remélem, hogy nem fogok elszúrni. Elviszem magammal a sprét, arra az esetre, hogyha szükségem lenne rá. Egyetlen egy darab lövés van, amit nekem le kell adnom. És remélem ott lesz a vége. Köszönöm. Biztos, hogy gyógyítani fogok magamon egyébként, csak nem mindegy, hogy mikor. És ez az a rész, amikor még nem kéne. This is Chris. This is Brad, Stars Alpha Team. Bravo Team, it doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad, this is Chris. Brad? Damn. Thing's broken. Na most itt vannak kutyák, igazából ő az egyetlen, akit nekem le kell szednem. Többi az engem egyáltalán nem érdekel.
viszont ő az állandó jelleggel útban van. Ő folyton útban van, jó? Tehát remélem, hogy ez volt az, remélem, hogy nem tévesztettem el. Most így gondolkodom, hogy igazából, hogy bal vagy jobb oldal volt. Na mindegy. Szóval remélem, jól csináltam, különben baszottam. Szóval ott van igazából három kutya. A legbiztosabb az, hogyha kilövítek mindegyiket, ugye nyilvánvalóan az a legbiztosabb, de elvileg csak egyet kell. Na, szóval ugye valahol van, meg is tartotta, ugye mutatja. Tudjátok, mint akkor a spray az szerintem marad. Jó, tehát lesz itt még más tudsz, amit majd el fogok tudni használni. Majd meglátjuk. Sajnálatos módon itt nem csak, hogy ezekkel kell küzdeni, ugye a mindenféle ilyen zombikkal, smörékkel, egyebekkel, hanem még, majd mindjárt látjátok. Gyerünk. Hagyjál békén, köszike? Na. Szóval a legszopatósabb része nem is az egyébként, hogy itt mindenféle varjak, meg szmörék, meg egyebek vannak. Oké, megvan. Ezek csezd meg! Kurva kígyók! Annyira rohadtul nehéz úgy megtalálni az útvonalat, hogy ne kapjanak el titeket, hogy az félelmetes. A rohadékok azok folyamatos jelleggel zuhognak le mindenhonnan. Nagyon rohadék. Nagyon-nagyon rohadék. Mondtam már, hogy nagyon rohadék? Mondtam már, ugye? Na szóval, ahogy bejöttök, igazából itt lehet kapni kék növényeket is. Én ajánlom, hogy szedjétek föl őket, jó? Tehát legalább egyet. Jó, ugye ezt még így nem engedi kombinálni, jó? Oké, nem baj. Na mindegy. Szóval, kék növény az mérgezésre jó. Ha követitek azt, amit én csinálok, akkor kicsi az esélye annak egyébként, hogy mérgeződni fogtok. De ugye ki tudja. Tehát jobb félni, mint megijedni. Na most, itt szépen elpakolok. Egyszer azt mondja, hogy shotgun az nem kell. Köszönöm szépen. Crank az nem kell. Ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell. Hanem egy darab zöld növény kell nekem, hogy ne ugyozzanak körbe a kutyák, köszönöm. Tökéletes. Illetve ezeket még felszedem most, ne később kelljen. Nem. Gyerünk. Mondjuk felesleges volt igazából azt a zöld növényt elhasználnom, amikor úgyis még jövök ide vissza mindjárt. De tényleg mindjárt, jó, tehát nagyon mindjárt. Onnan a többi. Kicsit össze-vissza pakolgattam, de nem baj, megkeressük. Hol vagy te, Inkribon? Azaz. Jó, tehát 11-szer tudtok menteni, hogyha nagyon szeretnétek. Oké? Oké. Gyerünk. Most a következő van, hogy először is bejövünk ide. Ezért mondom, hogy mindjárt visszajövök úgyis ide, mert ki kell pakolnom, egyszerűen nem lesz elég helyem. Szóval innentől kezdve ugye nincs kérdés. És... A pók! Ott a pók! Nem értem az embereket egyébként, akik félnek a pókoktól. Tehát oké, hogyha ember méretű, akkor tökéletesen megértem. Azzal nincsen semmi baj. Na de a picik! Miért? Minek? Mi okod van rá? Tehát egy ez a... Sőt, az egyszer, ezt nagyon sok ember nem tudja egyébként, amikor jönnek az, hogy... Hát hol... Nem azt akartam fölvenni... Egy odébb. Azt akartam fölvenni, köszönöm. Na mindegy. Szóval... Tehát amikor jönnek az, hogy... Hát ő nem is tud... Azért csak elkapott. Csak ne legyek mérgezve. Nem csak, hogy mérgezve nem vagyok, fine-ban vagyok. Szóval, hogy a legtöbb ember egyébként nézi, hogy hát honnan jött be a pók. A házi pókot, ha kirakod. Akkor már itt vagyok, akkor tolok egyet. A házi pókot, ha kirakod, mert hogy jól megmented, azzal igazából egy az egyben megölöd. Jó? Tehát csak, hogy tudjad. A házi pók az olyan, hogy sok-sok generáció alatt ő ahhoz adaptálódott, hogy nálad lakik. A pók, ami neked ott van a sarokban, és téged annyira zavar, és ki akarod rakni, mert honnan jött be?
ott született, jó? Tehát neki sokkal több joga van ott lenni, mint neked. Csak hogy tudjad. Biológia, ura vége. Na szóval, akkor gyorsan kirakom itt, amire nincsen szükségem. Zöldgaz, mehet ide. Shotgun lőszer, az mehet a shotgun lőszerekhez. Itt láthatjátok, van egy pár, szóval ezt próbálom összerendezni, hogy egy helyen legyen, ne felejtsem el őket. Ez sem kell. Ja. Jó, krenket majd később, oké. Ez marad nálam, tökéletes. Teszünk egy tiszteletkört. Bár igazából a piros könyvet is kirakhattam volna, de azt el fogom felejteni fölvenni, szóval erre most szükségem van. Okés. Első utunk. Gyerünk. 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 Azaz. Első utunk az vezet a 002-es számú szobába. Ahol nem fogok elhasználni... Ja, ezt szeretném, köszönöm szépen. Ahol nem fogok elhasználni majd... Magnum lőszert, mert az orbitális hülyeség lenne részemről, jó? Itt lesz egy zombi, mindenképpen lesz, hogy előbb vagy utóbb, az majd kiderül menet közben. Még nem tudjuk. De általában, hogyha belépünk, akkor ott meg is szokott jelenni. Nem. Mi van? Hogy odébb van? Aha. Mondom én, valaki bejött. Na most én a következőt fogom csinálni, telibe beleszaladok a karjaiba, jó? Fogjál már meg! Fogjál már meg! Ezt fogjuk játszani, de tényleg? Na végre, köszi! Okés. Azért akartam gránátot adni neki, mert azzal majd elbarátkozik egy darabig. De gyakorlatilag rövid úton majd fogja magát és így felrabban a szájába. Mondom én. Jó, tehát hogyha gránátot raktak bele, akkor ott szájfölrobbanás lesz, oké? Okay? Oké. Okay. Jó, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Mindenképpen erre így készüljetek. Na, itt van egy ilyen Plant 42-es riport, hogyha valaki szeretné fölvenni. És akkor gyorsan visszaváltok késre. Köszönöm szépen. Jó, tehát oka van annak, hogy így csinálom, de tényleg oka van, hogy így csinálom. Magnum lőszer, rohadtul kell, nagyon fontos, nem pocsékoljuk. Egyáltalán, oké? Okay? Egyáltalán nem. És akkor irány vissza. Köszönöm szépen. Ja, azért toltam ide egyébként ezt a dobozt, tényleg már, hogyha... És pontosan kell ide tolni, ott a repedésen keresztül lógnak ki ilyen csápok, ami nekünk rohadtul nem kell. Oké, és köszönöm szépen, semmi haszna most meg, úgyhogy ki is jövünk innen. Rohadtul nem kell nekünk, hogy össze-vissza csapkodjanak azok a rohadt csápok. Hát meg csak itt lóg, bazd meg. Na szóval, van neki egy ilyenje, hogy van egy ilyen önvédelmi fegyver, köszönöm szépen, és leírja, hogy utolsó gondolatait, amiket telibe leszerünk, mert mi ilyen kis izék vagyunk. Hagytam ott még valamit? Vagy rosszul láttam? A pisztolylőszer, oké, az is csillogott. Jó, tehát ha szeretnétek, fölvehetitek, én nem szedem föl. Mindig elfelejtem, hogy ott van. Ennyi, Madé. Mit lóksz itt, baszod? Na szóval, még akkor ide is be kell néznem mindenképp. Úgyni. És itt megtrükköz minket egyébként, bár szerintem nem mindegy, hogy hányszor jövünk ide be. Szóval, megint ugye kád, leengedjük, természetesen, mert miért ne engednénk le? Gyerünk! Ugye ott van egy csávó. És akkor most van nekem egy control room ki, ez is hamarosan kell lenni fog. Itt szerencsére már nem fogunk találkozni zombival, illetve ebbe a szobába sem fogunk ever visszatérni, szóval innentől kezdve hagyjuk lógva a csávót és kimegyünk innen. És hamarosan érkezik a következő szekció, amit én nagyon szeretek egyébként. Nem tudom miért, nagyon-nagyon szeretek. De még mielőtt az égvilágon bármit csinálnék, szépen ide bejövök, egy kicsit átrendezem a dolgaimat. Self-defense gun az nem kell nekem, a másik az kell. Kulcsot azt hagyjuk, helyette kiveszünk egy
kis inkribont, és szerintem nagyon-nagyon jól tudjátok egyébként, hogy mi az Isten nyila fog történni, ugye? Mentünk ismét.